Sziasztok, Kisandi Laci vagyok, az AdaSworks alapítója. Ez a második startup cégünk, az első az egy chip technológiai szolgáltató vállalat, ami az összes nagy chipgyártóval együtt dolgozik, és az elmúlt 10 évben azt segítettük elő, hogy a beágyazott chipeknek a teljesítménye az növekedjen, és ugye ez nem csak a mi érdemünk, hanem a vállalatoké, de a beágyazott chipeknek a teljesítménye ezerszeresére nőtt. És egy pár évvel ezelőtt az egyik ügyfelünktől kaptunk egy megrendelést, hogy csináljunk egy autós demonstrációt, egy navigációs demót az egyik amerikai autógyártónak, és akkor esett le nekünk, hogy a smartphone-ok meg a tévék után a következő okos eszköz az autó lesz, egy nagyon archaikus piac, és borzasztó sok lehetőség van arra, hogy itt fejlődjünk. Fölvettünk egy pár mesterséges intelligencia, számítógépes látásos szakembert, és elkezdtünk fejleszteni egy önvezető autós szoftvert. És idén januárban a CES-en mutattuk be az első olyan autót, ami egy darab mobiltelefonos chippel irányította magát. A Hungaroringon ment egyébként körbe-körbe, és ennek köszönhetően a befektetők elhitték, hogy ezt meg tudjuk csinálni, és kaptunk 2,5 millió dollárt, hogy megcsináljuk az új vállalatot. A régi is működik még egyébként, de most az újat fejlesztjük legjobban, én már ott dolgozom. És azt tudni kell, hogy a régi cég az alapvetően arra épült, hogy képfeldolgozás, illetve képmegjelenítés, vizualizáció, párhuzamos chipek segítségével. Itt dolgoztunk FPGA-kkal, meg CPU-kkal is, de azért alapvetően a GPU-knak van a legnagyobb jelentősége. Ugye a GPU az a grafikus processzort jelenti, ami elsősorban eredetileg játékoknak a kifejlesztésére készül, de ugyanúgy, ahogy a képekre a pixeleket kidobálja a grafikus processzor, ez képeknek a feldolgozására is nagyon hatékonyan lehet használni. Annál is inkább, mert az egyik befektetőnk, az Nvidia, az például azt csinálja, hogy ugyanazt az architektúrát használja a beágyazott rendszerekben is, mint a legnagyobb ilyen 300 wattos szerver chipekben is. És ezért meg tudjuk csinálni azt például, hogy egy darab szerverbe ugyanazon idő alatt 150 darab autónak a valós idejű szimulációját tudjuk elvégezni. Ez azért nagyon fontos, mert amivel dolgozunk, azok ilyen mesterséges intelligencia algoritmusok, amik abból tanulnak, hogy nagyon-nagyon sok videót nézhetünk velük lényegében, állandóan videóznak, és nekünk ugye le kell tesztelni, hogyha van egy új hiba, tehát mondjuk a visszajövőben, amikor a kisrác leesett a fáról, akkor ezek a kivételek, ezek nem rontják el, hogyha arra betanítjuk a régi, már megtanuló dolgot, és mindent újra és újra és újra le kell játszani. És azért is kell a mesterséges intelligencia, mert a mostani autókban, amik vannak ilyen első generációs vezetés segítő funkciók, azok maximum arra jók, hogy észleljék azt, hogy van ott egy ember, van ott egy autó, de nem képesek arra, hogy megjósolják, hogy mi lesz a következő néhány másodpercben. Tehát, hogy például, hogyha az utcás szélén van egy gyalogos, az egy ritmikus ütemben mozgó 30 éves kocogó, akkor valószínűleg kicsi az esélye annak, hogy rá fog lépni az útestre. De hogyha egy tántorgó részeg, vagy egy kisgyerek, akinek nincs ott az anyukája, az ugye sokkal nagyobb valószínűség eloszlást fog teríteni maga köré, ami azt jelenti, hogy nekem le kell lassítanom. És az van, hogy most van nekem még egy-két szlájdom arról, hogy ez hogyan működik, de inkább megmutatnám a videót, jó? Mert szerintem sokkal érdekesebb. Ez az egyik nagyvállalatnak csináljuk ezt a projektet, egy autógyártó cégnek. Az a lényeg, hogy 4 darab 2 megapixeles kamera van fölrakva a kocsira, és egyetlen egy chipen, ami igazából 40 dollárba kerül, föl tudjuk dolgozni mind a 4 kamerának a képét. És nagyjából azt látjátok, hogy a mesterséges intelligencia a zöld dolgokat annak látja, ahol tudok előzni, és lehet, hogy pont nem a legjobb videót nézzük most, mert most nincs semmi a körülöttem, de majd mindjárt betér egy kocsi a látótérbe,
és azokat a dolgokat, amihez nem szabad ütköznöm, azt meg pirosra jelöli. Itt az van, hogy minden egyes kép mögött két darab mesterséges intelligencia van betanítva, hogy ezeket a dolgokat észre, most már talán jobban látszik, ugye, ahogy bejönnek a piros trutyik, ugye azok a dolgok, amihez nem szabad neki mennem, így ezáltal tudok sávot váltani, előzni, vagy éppen, hogyha egy karambol történik előttem, akkor azt ki tudom kerülni. Tehát nagyjából ennyi. Azt jelenti, hogy ti egy konkurens ilyen, ilyen okos autót akartok csinálni a Google okos autójával szemben, vagy ilyesmi? Az van, hogy a Google okos autónak a tetején lévő LiDAR az 88 000 dollárba kerül. A mi cuccunk az 200-ba. Tehát tök más. Ott a Google-nél ott van egy csomó ilyen okos, PhD, matematikus, meg minden, azok nem tudnak egy 200 dolláros eszközből ilyen cuccot csinálni? Ez hogy lehet? Hát ezt kell tennünk is a befektetőknek mindig elmagyarázni, hogy nagyon kevés olyan cég van a világon, aki 10 éve semmi mással nem foglalkozik, mint beágyazott grafikus processzoroknak a tesztelésével. És végül szerintem ez az egyik lényeg, hogy igen, a Google az értelemszerűen rendelkezik adatokkal, de például amikor San Francisco-ban vagyok és esik az eső, akkor az összes Google autót mindig visszarendelik, mert a lidárok nem működnek esőben. Igazából két téma is érdekel ebben, az egyik, hogy oké, hogy képfelismerés, hogy van ez a része, meg van az a aktív része, hogy te tényleg vezetjük az autót, hogy ezzel a részével foglalkoztatok, hogy ez milyen visszahatásba kerül azzal, hogy egyrészt felismered, de aztán ha valami más csinálsz, akkor más lesz ott, tehát ez a feedback úgy, hogy mennyire van. Illetve a másik terület, hogy érdekel még, hogy bármi, tehát nyilván a ti esetben kevés, de mennyire látod hasznos azt, hogy mondjuk térképészeti adatok egyéb, tehát mondjuk a Google-nek jelentkezés áll egy olyan részét, egy street map, stb., ami ugye potenciálisan nagyon hasznos adatok, és erről érdekel a véleményed, hogy szerinted az mennyire hasznos. Meg mekkora versenyelőnyt jelentett meg a Google-nek az, hogy neki van egy részletes világképe. Az első, mi is volt az első kérdés? Már rég volt. Hogy? Már én sem rég volt. Ja. Hogy ugye ez van egyébként, hogy a valós idejű modellezéshez pont azt a technikát, egyébként ezt most még nem használjuk, de ezt majd be fogjuk mutatni valamikor, hogy ugye a régi cég az ilyen game engine-eket gyártott, amiben fizikai modellezése, meg minden van, és egy ilyen videón fönt a weboldalon, és pont ezt az engine-t akarjuk arra használni, hogy olyan ilyen fekete hattyú, ilyen nagyon-nagyon ritka jelenségeket szimuláljunk, ahol, ami nagyon ritkán történik meg, ugye akármennyire sok videót veszünk föl, akkor is ritkán fog olyan megtetni, hogy a gyerek leesik, vagy direkt egy gyalogost oda léptetek maga mellé. Tehát ezeket mind szimulálni kell, mert egyébként az emberek félni fognak ezektől az autóktól. De a másik, a térképes dolog, az, ugye azt mondtam, hogy az első ilyen automotívos projektünk az térképes volt, és az az igazság, hogy pont múlt héten írtunk alá egy szerződést a Navtech-kel, hogy az a világ legnagyobb, most már Nokia hírnek hívják, vagy éppen hírnek, most nem tudom, mert most vették meg őket, térképvállalata, és ők 200 000 autót akarnak 2010-re a világon futtatni. 2020-ra, bocsánat, igen. Aminek a tetején a mi szoftverünk fog futni, ami valós időben elemzi azt, hogy mi történik az utakon. És ugye ez nekünk azért nagyon fontos, hogy hozzáférhessünk ahhoz az adatokhoz, amivel a mesterséges intelligenciát meg tudjuk tanítani. Tehát inkább tanításra látok, azt is, hogy valós idejű. Hát ugye ahhoz, hogy... Tehát ugye a tanítás az nem valós idejű. Tehát ott az van, hogy több százszor, több ezerszer még kell nézni ugyanazokat a videókat, hogy
hogy az algoritmusnak beálljon a megfelelő kapcsolatok a neuron csomópontok között. Tehát az nagyon lassú folyamat, azért is használjuk azt, hogy minden GPU-n fut, mert az a leggyorsabb párhuzamosan. Hát ugye a nagy szuperszámítógépek is mind GPU-val benne. Le foglak dobni téglával, tudom, de utolsó kérdés. És egy darab egyszerre. Az Intel megveszi az Alterát, és FPGA-kat akarnak beágyazni az Intel chipekbe, ez jelenti nektek piacon esetleg a platformot? Most mi az Intel-es dolgozunk, meg az Alterával, és pont ezt a cuccot, amit most láttatok, ezt most portoljuk át egy Altera FPGA-ra. Igazából nekünk az jelentene az áttörést, hogyha azokat a neuronhálókat, amit mi használnánk, az közvetlenül gyorsítanánk. Tehát nem kellene még egy FPGA-s rétegen végig szenvednünk magunkat, hanem lenne egy olyan ASIC, vagy valamilyen hardware-es gyorsítás, ami a mesterséges neuronhálókat az optimális precizitással futtatja. És még egy utolsó mondatként elmondom, hogy ugye az van, hogy a játékoknak a minőség követelményei miatt például az összes grafikus processzor az 32 bites vagy 64 bites floatot használ. De nekünk igazából elég lenne mondjuk 10 bites fixpont. És akkor egy olyan chip, ami ezt tudná, az mondjuk 8-10-szer akkor a teljesítményt tudna leadni, mint a GPU-k, amit most használunk. IBM-nek van egy? Tudom, csak az meg szerintem az még nem elérhető. Köszönöm szépen.